Ha megengedik, én egy mesét mondanék, mégpedig egy igaz mesét. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy óvoda, ami 2011-ben kezdte meg a működését. Itt egy kőhajításnyira az utca túloldalán. Akkora volt, mint egy nagyobb acska családi ház. Volt benne két csoportszoba, két pici mosdóhelyiség, egy szűkös öltöző és egy aprócska konyha. Az irodába csak egy íróasztal és egy szék fért be. 50 gyermek járt ebbe az óvodába. Nem volt tornaterem, fejlesztő szoba, orvosi szoba sem, az ablakok is nehezen csukódtak, mégis olyan volt ez a kis óvi, mint egy meleg fészek, egy nagy család. Volt, ami hiányzott, de volt, amiben dúskáltunk. Mérhetetlen sok szeretetünk, türelmünk, elfogadásunk volt, mindig ölelő karunk, simogató kezünk és megértő mosolyunk. Minden gyermek otthonra talált, aki bekopogtatott, legyen akár kicsi, akár nagy, akár vidám, akár szorongó, izgő, mozgó, vagy éppen üldögélő, és mindig ajtót nyitottunk azoknak a gyerekeknek is, akik kicsit másképpen fejlődtek, és megsegítésre szorultak. Teltek, múltak az évek. Egyszer csak az a hír érkezett, hogy új óvoda épül szemben az utcában, itt a templom mellett. Mindenki nagyon izgatott lett, hiszen egy új épületben annyi csoda várhat minket. A mi mesénkben sajnos nem három nap egy esztendő, hanem annál sokkal több. És egy év nem is volt elég. De vártunk, várakoztunk, bár nem volt mindig könnyű ez a várakozás, sok-sok próbát kellett kiállnunk. Aztán nyáron végre elkészült az óvoda, és mi nagy örömmel költöztünk. Dobozoltunk, csomagoltunk, válogattunk, selejteztünk, cipekedtünk. Átgondoltuk, mi az, amit áthozunk, mi az, amit ott hagyunk, hiszen a régi épületünk is óvoda marad. Magunkkal hoztunk annyi szeretetet, türelmet, elfogadást, ölelést és simogatást, na meg mosolyt, hogy elég legyen mind a 75 kisgyermeknek, akik majd ide járnak a báránycsoportba, a bárkacsoportba és a csillagcsoportba. De hagytunk is ezekből a kincsekből bőven a régi óviban is, hogy a napsugárcsoport se szenvedjen hiányt. Másfél hónap telt el, lassan megismerjük az új épület minden zegét, zugát. Szeretünk itt lenni. Szeretjük a tágas teret, a nagy ablakokat, a finom visszafogott színeket. Nagy ajándék minden intézmény életében, ha egy új épületbe költözhet. Hálával tartozunk, mi dolgozók is ezért. Mindenkinek, aki részese volt ennek a munkának. De elsősorban az Úristennek, aki minden bizonnyal a tenyerén hordoz minket. A meséknek vége szokott lenni, de úgy hiszem, a mi mesénkben most következik a második fejezet. Van egy pici elmondatunk, jó itt lenni, jó itt élni, Zsámbékon. Ez úgy általánosságban is igaz, de vannak kitüntetett pillanatok, és ez a mai pillanat is egy ilyen kitüntetett pillanat. Zsámbékra a Jóisten mosolyogva tekint a mai napon, és úgy általában is úgy érezzük. Itt már Kriszta is visszatekintett 20 évre, én most 12-re tekintek vissza, amikor a város építette egy új óvodát. Addig volt 6 csoportunk, és egy nagyobb épületben, és 2 egy kisebb épületben, és a kormányzat, az akkori kormányzat segítségével építettünk egy 8 csoportos óvodát. A református egyházközösség abban a pillanatban, csúnya kifejezéssel élve, lecsapott a lehetőségre, hogy egy akkor üresen maradt épületben egy óvodát tovább vigyenek, egy magánkezdeményezést, és rögtön az addig 6 csoportból 8 plusz 1 csoportnyi óvoda lett. Aztán, ahogy telt múlt az idő, Zsámbékra nem nagy számban költöztek emberek, mindig próbálunk törekedni, hogy inkább minőségi fejlődés legyen településünkön. Nem nagy számban települtek emberek, de egyre fiatalodik a településünk, egyre több gyermek születik, hála a Jóistennek. Elérkezett ahhoz a ponthoz az egyházközösség, amikor a kicsi óvit kinőtte, és felmerült a gondolat, hogy épüljön egy újabb.
Nekünk hatalmas gondot is vesznek le ezzel a vállunkról, vagy vettek le, mert nekünk ugye kötelező feladata az óvodai ellátás. Ezúton szeretném megköszönni a kormányzatnak és a református egyház vezetőinek, hogy lehetővé tették ennek az óvodának a megépültét. Én külön szeretném megköszönni a város nevében a tervezőirodának is, és a kivitelező cégnek is a zsámbéki munkálkodást. Nekünk, bár nem vagyunk közvetlenül részese az óvodaépítésnek, de nekünk is volt velük kapcsolatunk, és rendkívül konstruktív volt ez a kapcsolat. Köszönjük szépen! Illetve kiemelten szeretném megköszönni Matyó Lajos lelkész úrnak és az egyház közösségnek itt Zsámbékon ezt az óvodát, mert mi városvezetőként pontosan tudjuk, hogy maga a beruházás is mekkora feladat, és az üzemeltetés is mekkora feladat, milyen áldozatot kíván. Nagyon sok erőt, jó egészséget kívánunk a további munkához. Ránk bizton számíthatnak, hogyha bármiben tudunk, akkor segítünk. Mi politikusok azt gondoljuk, hogy olyan sok fontos dologgal foglalkozunk, és talán ez időnként, talán sok esetben így is van, és igyekszünk a legjobb tudásunk szerint végezni a munkánkat, és megtiszteltetés ezekben a fontos ügyekben részt venni. De az jutott eszembe, hogy amikor valami olyasmit tudunk csinálni, ami mosolycsal egy kisgyermek arcára, na az igen, akkor csináltunk valamit. És úgy látom most is, hogy ez az óvoda mosolycsal sok kislány és kisfiú arcára, és akkor már úgy mehettünk ma haza, hogy valóban valami fontosat, valami jót csináltunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kereszténydemokrata politikusként és apaként is azt mondom, amit a kormányzat is vall és gondol, a gyermek a legfontosabb, a gyermek az első, a gyermek a legnagyobb áldás. Éppen ezért engedjék meg, hogy egy mondatot mondjak arról, hogy mit csinál a kormány. A kormánynak stratégiai célja az, hogy a vágyott gyermekek Magyarországon megszülethessenek. Természetesen a kormány senkinek nem akarja megmondani, hogy hány gyermeket vállaljon, de minek utána minden tapasztalat és felmérés arról szól, hogy a magyar szülők, a magyar családok több gyermeket terveznek kezdetben, mint ahány végül megszületik. Így a kormány azt kívánja segíteni, hogy lehetőség szerint anyagi akadálya a gyerekvállalásnak, a gyermekvállalásának ne legyen. Itt néhány számot, anélkül túl sok számmal untatnám önöket, hadd hozzak ide. 2010-ben az úgynevezett termékenységi ráta, jobb szeretem a gyermekvállalási kett kifejezést használni, az 1,2 volt. Alig több, mint egy gyermek született átlagosan egy magyar családban. Sok munkával, összefogással egy kicsit már, kicsinél egy talán valamivel nagyobbat tudtunk előre lépni, most ez a szám 1,5. Persze fél gyermek nincs, de mégis ilyen számokkal kell dolgozni. Tehát léptünk előre, de még mindig messze vagyunk a kettőtől és a kettő fölötti tartománytól, így a kormánynak továbbra is stratégiai célja a családok támogatása, éppen ezért a következő esztendő költségvetésében 3300 milliárd forintot különítettünk el a családok támogatására. Ez 3,5-szer több, mint amekkora ez az összeg 2010-ben volt. És hogyha európai összevetést nézünk, a gazdaságok teljesítő képességének, az úgynevezett GDP-nek az arányában, akkor Magyarország a legtöbbet fordítja arányosan családtámogatásra. Itt, ahogyan az előttem szólók is elmondták, itt a budakörnyéki régióban hála Istennek sok család él, sok gyermeket vállaló, gyermeket nevelő család él. Éppen ezért az én feladatom, mint képviselő, illetőleg a kormányzat feladata az, hogy ezeket a családokat és ezeket a gyerekeket infrastruktúrával kiszolgáljuk. És ebben a munkában nagyon fontos lépés a mai nap is, ez a mai zsámbéki átadó, ez az óvoda, amely megépült. Ugyanis, mint az talán szintén elhangzott, van egy együttműködés a Magyarországi Református Egyház és a kormányzat között. A Magyarországi Református Egyház óvodaprogramját, országos óvodaprogramját a magyar kormány összesen 40 milliárd forinttal támogatja. Összesen 51 településen 71 fejlesztést valósítunk meg. Ez azt jelenti, hogy 3200 új óvodai férőhelyet építettünk,
500 munkahelyet hoztunk létre, és 200 csoportszoba újult meg, vagy épült meg az elmúlt időszakban. És ez a mai, ez a zsámbéki református óvoda, ez pedig 766, valamivel több mint 766 millió forintból épülhetett meg. És a számok után két gondolatot engedjenek meg a számok mögötti talán, sőt nem is talán, hanem fontosabb gondolatokról, fontosabb részről. Az egyik az az, hogy magam is református vagyok, és eszembe jutott az, hogy Baján, ahol én felnőttem, én is gyütment volnék. Az egyik hitoktatóm gyermekkoromban Lídia néni volt, fantasztikus asszony, nyugodjon békében, és ő mondta azt, amikor hittanórára adták a gyereküket olyan szülők is, akiknek a vallás egyébként talán annyira nem volt fontos, azt mondták a szülők Lídia néninek, hogy beadom ide a gyereket, mert itt rosszabb biztosan nem fog tanulni. És Lídia néni mindig azt mondta, hogy ilyenkor mindig kijavítom a szülőt, hogy itt nem, hogy rosszat nem fog tanulni, itt valami jót fog tanulni. És ez nagy különbség az alapállásban és a megfogalmazásban is. Nagy zaj van a világban, mindenki, vagy legalábbis nagyon sokan kiabálnak, televízióból, rádióból, az interneten, a közösségi médiában, legyek önkritikus, mi politikusok is. És ez valóban elő tudja állítani azt a helyzetet, hogy hát zaj van, zűrzavar van, időnként valóban úgy érzi az ember, hogy káosz is az, ami őt körülveszi. És ezen a ponton fontos, azt hiszem mindannyiunk életében, gyerekek és felnőttek életében is, hogy világosak legyenek azok az alapértékek, fundamentumok, sarokkövek, amelyekhez az életünket kötni tudjuk, és amelyekhez adott esetben vissza tudunk térni. És ezért tartom fontosnak, hogy itt egy református óvodáról van szó, amely óvodában egészen biztosan a nevelők, persze a kornak, a gyermekek korának megfelelően, de értékeket tudnak és fognak átadni, persze a kornak megfelelően, de talán oda vezetik őket, sőt egészen biztosan, hogy talán mégsem az a legjobb, ha teljesen egyedül vagy. Talán mégsem igaz az, hogy a közösségek csak terhet jelentenek az ember életében, csak megkötnek, csak bajt jelentenek, és azoktól legjobb megszabadulni, amiről ma sokat lehet hallani a világban. Hanem az az igaz ezzel szemben, hogy a közösség nem megköt, hanem megtart. A nemzeti közösség, a kulturális közösség, a vallási közösség, a családi közösség, és ezeket a közösségeket meg kell őrizni, nem szétrombolni, hanem megőrizni és támogatni. Mert a közösségben az egyik a másik hóna alá nyúl, amikor a másiknak segítségre van szüksége, és fordítva. A közösség mindig erős, és a közösségben az egyén is mindig erősebb és boldogabb. És talán mégsem az a legnagyobb boldogság és minden világok legjobbika, amikor az ember azt se tudja, hogy fiú vagy lány, amikor már az összes közösséget lerombolta maga körül. Úgyhogy fontosnak gondolom, hogy egy református óvodáról van szó. Szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik részt vettek ebben a munkában. Elismerésemet kifejezni. Boldog vagyok, hogy a kormány ezt a munkát támogathatta, finanszírozhatta és részt vehetett benne. Sok sikert kívánok intézményvezetőasszonynak és a csapatának, a nevelőknek, és sok élményt, sok örömet a gyerekeknek, illetőleg ezáltal a szülőknek is. Zsámbékváros katolikus plébánosának Márton atyának a levelét szeretném felolvasni. Hála Istennek, Zsámbékon szükség van új óvodákra, bölcsödére. Ez azt mutatja, hogy növekszik, fiatalodik közösségünk. Azok a családok is fontosnak érzik a felekezeti oktatást, akik maguk talán nem így nőttek fel, de éppen gyermekeiken keresztül szeretnének visszatalálni Istenhez. Szeretnének egy más értékrendre alapozott gyermekkort biztosítani gyermekeiknek, amiből egy krisztusibb társadalom épülhet a jövőben. A zsámbéki oktatási nevelési paletta nagyon sokszínű. Mindenki megtalálhatja benne a gyermeke számára a legmegfelelőbb intézményeket. Az óvoda, és ez az új óvoda a lokális erők megerősödését szolgálja. Adja Isten, hogy működése segítség legyen a szülőknek, és elkötelezett keresztényé formálja közösségüket, bármely felekezethez tartozzanak is. Isten áldása legyen a tervezők, építők, fenntartók életén. Hálát adunk a gyermekekért. Hálát adunk neked, teremtő, szabadító, megtartó Isten, hogy gyermekek születnek erre a világra.
hogy te bennünket arra méltatsz, hogy gyermekeknek szülei lehetünk, édesanyja, édesapja, nagyszülei lehetünk, és hogy taníthatjuk a gyermekeket. Hálát adunk a tanítókért, hálát adunk az óvónőkért, hálát adunk a tanárokért, hálát adunk a lelkipásztorokért, a hitoktatókért, hálát adunk mindazokért, akik vállalják azt, hogy a gyermekeinket tanítsák. Tanítsák arra az ősi bölcsességre, ami megőrzi a mi életünket. Megőrzi a mi életünket attól, hogy eltévedjünk, hogy rossz útra keveredjünk, és ha ez mégis megtörténik, akkor tudjuk, hogy hol van a visszavezető út. Így kérünk áldást azokra, akik ebbe az épületbe belépnek, hogy otthonra találjanak, áld meg őket, hogy áldást találjanak, és amikor elmennek, akkor vigyék magukkal az áldást a saját családjukba, életükbe, ebbe a magyar világba. Amen. Boldog ember az, akinek te vagy az ereje, aki a te utaidra gondol. Uram, seregek Istene, hallgasd meg az én imádságomat. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Csapdi és Mány református lelkipásztoraként mai vándorlásom talán ha 10 kilométert tett, de ebben volt egy megyehatár. Ám mindenek fölött összeköt minket az Úr igéje. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. Amen. Jézus mondja, békességet adok nektek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is féljen. Higgyetek én bennem. Amen. Zsámbék település életében milyen jelentősége van a mai óvodarész átadásának? Ez egy nagyon nagy dolog, hogy új óvodával bővül Zsámbék, és az eddigi meglévő óvodánk is kibővült, és több csoportunk van. Azt hiszem, hogy van lehetősége a szülőknek választani, és reméljük, hogy minél többen jönnek majd a mi óvodánkban. Milyen funkcióknak felel meg az új épületrész, illetve milyen feladatokat képes ellátni? Olyan óvodánk lett, azt gondolom, hogy minden szempontból az előírásoknak megfelel. Olyan helyiségekkel van ellátva, ami eddig nekünk nem volt, tehát tornaszobánk van, sőt tornateremnek is mondhatnám, fejlesztő szobák, logopédiai szoba például, orvosi szobánk sem volt még. Van helyünk arra, hogy a testület is összegyűjjön, nagyon korszerű a konyhánk, és a Dajka nénik munkáját is nagyon megkönnyítik azok a fejlesztések, amik beépítésre kerültek. Még liftünk is van, hogy a két szint között az ételszállítást meg tudjuk oldani. Már másfél hónapja itt vagyunk, és a gyerekek is részesei a mindennapjainknak, még csak kis ügyeleti létszámban, de hétfőtől már mind a három csoportban jócskán számítunk a gyerekekre. Én mindig óvónéninek készültem, és a vezetői feladatokat sosem gondoltam, hogy egyszer majd megkapom. Próbáltam menekülni a helyzetből, de nem sikerült. És évekig kettőt csináltam egyszerre, amiben azt gondolom, hogy beletört a bicskám, és innentől a vezetői feladatokat fogom csak végezni. De a szívem mindig ott lesz a gyerekek között, és amikor csak lehet, akár a volt csoportomba, akár a többi csoportba is szívesen és szeretettel fogok menni a gyerekek közé. Mit gondol, hogy egy ilyen remek felszereltségű épületrész, mint ez a mostani, segítheti a pedagógusok munkáját is? Minden bizonnyal, hiszen olyan lehetőségekhez jutnak, amit a napi munkájukban meg tudja őket erősíteni, akár ha mozgásra van szükség, és nincs jó idő, akkor ott a tornaterem, akár a kis külön össze gyűlésekre szolgáló ház a házban, ami ugye a jellemzője az épületnek, de akár a fejlesztő foglalkozásokra van hova kivinni a gyermekeket, és nem gond ezen túl megoldani, hogy hol legyenek együtt mondjuk egy gyógypedagógussal.